Jó napot! Elnézést, hogy zavarom. De a kutyája egész nap ugat. Engem annyira nem zavar, de a szomszédok, szóltak a szomszédok, hogy ez... Lehetne valamit tenni ez ellen? De nekem nincs is kutyám. Hát, azt maga tudja. Az első 6 hónapjában 367 illegális bevándorló halt meg, további 118 tűnt el az Aden-öbölben. Az ENSZ menekültügyi főbiztossága közölte, Szomáliából és Etiópiából évente több tízezren indulnak Jemen felé a jobb élet reményében. Az év első felében eddig 77 lélekvesztő érte el a jemeni partokat, fedélzetükön mintegy 8600 emberrel. Az illetékes hatóságok szerint a csempész idény szeptembertől júniusig tart, utána veszélyes az Aden-öböl vízén való átkerés. Az illegális bevándorlók egyébként mintegy 50 dollárnyi összeget fizetnek az embercsempészeknek, akik azonban gyakran magukra adják őket a nyílt tengeren. Sokszor azok sem járnak jobban, akik a csempészekkel maradnak, hiszen azok nem egyszer agyonverik őket, vagy a tengerbe dobják áldozataikat. Pekingben szabadulni akarnak a koldusoktól. A jövő héttől a nem civilizált személyeket a metrókból elszállítják. Az intézkedésre az olimpiai előkészületek jegyében kerül sor. Az őrjáratok a kéregetők mellett az engedély nélküli árusokat és a művészeket is ki fogják zavarni a négy legfontosabb vonal forgalmas állomásairól. Az utóbbi években egyre nagyobb számban jelennek meg a fővárosban vidékről érkezett nincstelenek. Többségük a metróba menekül a hideg, illetve a tikkasztó meleg elől. Halálos buszbaleset történt az Andokban. A szerencsétlenségben 14 utas köztük két litván turista életét vesztette, a sérültek száma 25. A rendőrség közlése szerint... Húsz lefejezett holtestre bukkantak csütörtökön Bagdadtól délre, Szalmanpak városában a Tigris folyó partján, jelentette a rendőrség. A holtestekre helyi lakosok találtak rá, egyelőre nem tudni, hogy kik az áldozatok. Munkahelyén hunyt el egy brit jogász, miután halálra zúzta magát az irodáz lépcsőházában. A férfi szülei a túlterhelést okolják a tragédiáért. A mindössze 27 éves szellemi alkotások képviseletére szakosodott vállalati jogász eredetileg telefonálni indult, ám az irodáz 6. és 7. emelete közötti lépcsőházban összeesett, majd mell- és fejsérülései következtében életét vesztette. A férfi szülei egyértelműen a stresszt, a terhelést, a túlórákat és a hajtósabb időszakban előforduló napi 16 órás munkaidőt okolják fiúk haláláért. Ám azt is elárulták, a férfi nem csupán a munka, hanem a pezsgő társasági élet és barátai is.
egész nap ordít ez a rohadt kutya. Fel fogom jelenteni. Na, jó éjszakát. Felháborodást keltett egyes csillagászkörökben, hogy a Nemzetközi Csillagászati Unió közgyűlésének utolsó napján megfosztották a Plútót bolygó besorolásától. A közgyűlés elé került javaslatokat kidolgozó testület elnöke szerint ráadásul a közgyűlés résztvevői közül már alig voltak néhányan jelen, így az illetékeseknek csak 10%-a szavazott a sorsdöntő napon. A közgyűlés döntését egyenesen kínosnak nevezte a NASA Plútó missziójának vezetője. Ellen Stern úgy véli, rendkívül erőltetett dolog választóvonalat húzni a törpe bolygók és a bolygók között. Ez olyan, mintha valamiféle önkényes okra hivatkozva kijelentenénk, hogy az alacsony emberek nem emberek, mondta. A legújabb kutatások szerint az amnéziások sokkal lehangolóbb és kilátástalanabb helyzetbe kerülnek, mint ahogy azt az átlag emberek képzelik. Az ezzel kapcsolatos legfrissebb tanulmány az Amerikai Nemzeti Tudományos Akadémia jegyzőkönyvében jelent meg a közelmúlt. Az itt szereplő legújabb kutatási eredmények szerint az amnéziások, akik általában agyi károsodás miatt kerültek ilyen állapotba, úgy élnek, mintha egy lakatlan szigetre tették volna ki őket. Lehorkonyoznak a jelenben, és ahogy képtelenek emlékeket visszaidézni, úgy a jövőt sem tudják elképzelni. Mentálisan egy képzeletbeli világban léteznek, és az amnéziások.